Szokásos éves közgyűlését tartott a szerdán a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A most kezdődő sorozatban a hasonlóan eredményes szereplés a cél, de ennél is fontosabb, hogy minél több fiatal kezdjen el rendszeresen sportolni. Az Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan több sportágban is rendez országos elődöntőket és döntőket. Lesz feladatunk bőven, és nagyon komoly vállalásaink is vannak. Annyit mindenképpen megemlítenénk, hogy elvállaltuk a összevont labdajátékok országos döntőjét, amely februárban kerül majd megrendezésre itt Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy közel 700 gyerek, illetve a hozzájuk tartozó majdnem 100 testnevelő lesz itt a megyénkben az országból, úgyhogy az országos döntő ez egy nagy falat, de mindenképpen szeretnénk ezt úgy megvalósítani, hogy nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legyenek ránk büszkénk, hanem az országban is. A diákolimpiai versenyrendszer ebben a tanévben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi év szervezésébe bekapcsolódott az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. Az idei évben már nem csak a Magyar Diáksport Szövetség hirdeti meg a versenyrendszert, hanem az EMMI-vel közösen, a Balogh Zoltán miniszter úrral közösen rendezzük meg, hirdetjük meg a diákolimpiát. Ettől azt várjuk, hogy mind a finanszírozási problémák megoldódnak, mind pedig a tanároknak a versenyekre való eljutását megkönnyíti ez, illetve bízunk abban, hogy még több gyerek, a tavalyi 280-290 ezer fős tanulószámot is meg tudjuk ugrani, vagy többen fognak jelentkezni a versenyekre. Az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét február 3-a és 6-a között rendezik meg Nyíregyházán. Három sportágban, kézilabdában, kosárlabdában és röplabdában az ország legjobb 8 lány, illetve fiú csapata lép majd pályára a megyeszékhely csarnokaiban.